Olyan helyet mutat Lipózer János a Tolna megyei I. és Gyula könyvtár igazgatója, mely a látogatók szem elől zárva van. Ezennyi könyv van az intézmény raktárában, melyek most, hogy nincsenek látogatók, leltározás alatt vannak. 12 évente kötelezően ellátandó feladat a kötetek feltérképezése, de ez, mondja az intézmény vezetője, a kölcsönzési időben lehetetlen feladat. Minden rosszban, a járványban is van valami jó, például itt az, hogy nyugodtan lehet dolgozni. Minden könyvtár életében kötelező jelleggel van olyan feladat, hogy az összes könyvet meg kell vizsgálni, ezt leltározásnak hívja a köznyelv, de mi állományrevíziónak nevezzük. A dolognak az érdemi része az, hogy az összes nyilvántartásunkat összevetjük a ténylegesen a polcokon levő könyvekkel, és minden ellentmondást próbálunk kideríteni, hogy ez a könyv azért nincs ott, mert ellopták, azért nincs ott, mert mi rosszul dolgoztunk valamikor régen, azért nincs ott, mert valami történt vele, tehát ezeket valahol mindig össze kell elemezni. Ez egy olyan léptékű könyvtár esetében, mint a megyei könyvtár, ez 12 évet kötelező. Most már soros volt, hogy már tervezhető volt az, hogy meg kell csinálnunk, de adott ennek egy más elképzelésünk, és nyilván egy nagyon fontos aktualitást az, hogy készülünk mindenek ellenére arra, hogy új könyvtárba költözzünk, és az új könyvtárba való költözésnek az egy nagyon fontos logisztikai előkészítése, hogy egy olyan állománnyal menjünk át az új épületbe, amiben nincsenek csontok, nincsenek problémák, próbáljuk letisztázni, amennyire lehet egy több százezres nagy állománynál ezeket a kérdéseket. Ez a munka folyik, ez nagyon nehéz feladat. Ha naponta a kollégák megcsinálnak 1000-1500 könyvnek az én átvizsgálását, akkor ez egy nagyon jó teljesítmény. Ha nagyon ügyesek és nagyon kitartók, akkor 2000 fölött is tudnak megcsinálni. Most ezt vessük össze mondjuk több százezer kötettel. Tehát ez egy hosszú, kitartó, nagy monotonitást tűrő képességet igénylő feladat. Nem is lehet mindig csinálni, és ezt kifejezetten nem lehet akkor csinálni, amikor olvasók vannak, mert akkor ezt a dolgot eleve lehetetlen. Ha az olvasó nem jöhet a könyvtárba, akkor nekünk kell eljutni hozzájuk, mondja Lipózer János. És nem csak a kölcsönzéssel, hanem olyan kapcsolatokkal is, melyeket a rendezvényekkel már kezdtünk kiépíteni, és ezeknek próbáljuk megtalálni az internetes formáit. Egyre többen és egyre intenzívebben használják az internetet, az internetvilágát, és egyre nagyobb igények jelennek arra, hogy valami fajta plusz információ jelenjen meg benne. Nekünk itt nyilván az a feladatunk, hogy azokat az embereket, akik kapcsolódnak, érzelmileg kötődnek a könyvtárhoz, azokat ne hagyjuk magunkra. Folyamatosan próbáljunk számukra kapcsolódási pontként megjelenni, olyan fajta programokat kínáljunk számunkra, ami fontos. Elkezdtünk egy sorozatot, amit igen nagyon pozitív visszajelzések mellett megy, gyerekkönyvtáros kollégáinkról videófelvételek készülnek, van egy sajátságos mesélési technika. Ugye a gyerekkönyvtáros kollégáink papírszínházas meséléseit fölvesszük. A papírszínház egy nagyon érdekes játék, amiben a kép, a mesélő egy nagyon érdekes emberközeli kapcsolatban van egymással. Ezeknek a videófelvétele ugye nem adja vissza azt, amikor ezt élőben a könyvtáros jelenlétében látják, de mégis ad egyfajta biztonságot és egy olyan fajta ismerős érzést, ami fontos. Mi folyamatosan próbálunk annak az országos kampánynak is megfelelni, hogy próbáljuk az embereket az otthonmaradásra késztetni. Ennek kapcsán sokféle akciónk jelent meg játékos és komoly formában, és próbálunk megemlékezni mindig azokról a fajta közösségi ünnepekről, amiket már nem tudunk úgy megünnepelni, mint egyébként tudtunk volna máskor, de például a költészet napjára készített videónk is sikeres volt, ahol többen mondtuk fel József Petel a Harmatocska című versét, és Komjáti Tamás énekelte Dicső Zsolt átiratát, ami erre a versre készült. Én azt hiszem, hogy ezek fontos eszközök, olyanok eszközök, amiket a könyvtár eddig nem használt, nem így tudtuk használni, és nyilván ezeket most tanuljuk, és azt is hiszem, hogy viszont ez egy nagy lehetőség arra, hogy olyanokat tanuljunk meg, amit egyébként máskor nem biztos, hogy megcsináltunk volna. Amit most csinálunk, arról régóta tudtuk, hogy ez az irány. Ám az élet a bevezetését is elénk hozta. Azt gondolom, sok olyan eszközt tanulunk meg ezekben a napokban, melyet a jövő könyvtárának működtetésében alkalmazni fogunk, mondta Lipózer János.